amikor ezt a felkérést kaptam, nekem nem volt arra időm, hogy én kimenjek a Városligetbe és kiterjedt kutatásokat folytassak. Ez az, az előadás. Viszont a jó hír, hogy... Hogy, hogy indítom ja, csak Tehát, hogy az Egyesületünk 2011-ben elindított egy honlapot, Országos Kétélt és Hüllő Térképezés címen, ami ez a úgynevezett citizen science-nek is nevezik ezt a fajta adatgyűjtést, amiben gyakorlatilag a kutatók adatain kívül átlagemberek, túrázók, kertben tevékenykedők adatait gyűjtjük, és ez olyan sikeres az adatgyűjtés, a, mai napig több mint 57 ezer adatpontot tudtunk összegyűjteni Magyarország kétértés és hűlőinek az elterjedéséről, több mint ezer ember regisztrált, és 825-en már adatot is töltöttek fel. Ha valakit érdekel, hogy ez a HERP térkép .nl.hu címen érhető el ez a honlap, illetve van okostelefon, ingyenes okostelefon alkalmazás is hozzá, úgyhogy tovább bátorítok mindenkit, hogyha egy például aktívan a Városligetbe tevékenykedik és találkozik két ülővel, akkor várjuk ezeket az adatokat. Aztán, amikor megnéztem közelebbről, hogy na, akkor mi, mi is van a Városligetben, akkor egy kicsit úgy legörbült a szám, mert hogy azért annyira sok mindent nem találtam, miközben azt tudom, hogy Budapestről nagyon-nagyon sok adatunk volt, hiszen amikor elindítottuk a programot, akkor Budapestet kiemelt területként is kezeltük, tehát kifejezetten bátorítottuk a tagjainkat és szimpatizánsokat, hogy kifejezetten Budapestről gyűjtsenek adatokat. Most ez a négy faj... Hát ugye Magyarországon 35 és hüllőfaj van, hát nem sok. És hát a, úgy ránézve a elterjedésükre azt lehet látni, hogy a, a még fali gyíkból úgy akad, egyetlen kétértű adatként egy petyesgőte adott a városligeti, Vajdahunyadvár melletti vizesárok környékéről jött. És hát ez az, amit így sikerült ugye itt találnom. És aztán most így kicsit hálás is vagyok a sorra ennek, hogy halva itt az előadásokat a magamból, hogy kerestem a magyarázatot, mert nem járok gyakran a városokat, de gyerekkoromból azért a, az az emlék megvolt, hogy ö, itt ugye nem feltétlen olyan gyepek vannak, mint amilyeneket én a természetes élőhelyeken ö, találok, vagy például nem tudtam volna azt mondani, hogy hol vannak itt a Városligetben kis élőhelyek, ahol a két éltőek jól tudnak szaporodni. Úgyhogy lehet, hogy ugye minden ilyen Citizen Science web oldalon, ott a lehetőség, ez nem egy reprezentatív felmérés, tehát elméletileg lehet, hogy pont akik itt jártak, láttak dolgokat, nem költötték föl. Tehát ez egy, lehet, hogy egy mintavételi hiba, de valójában lehet, hogy van rá magyarázat. És hát arról beszélnek most, hogy például ugye a Pettyes Gőténél, hogyha megnézzük, ez egy nagyon viszonylag gyakori farkos kétéltű fajunk, azért Budapest környékéről, Budapestről egész sok adat van, és olyan helyeken ford egész sok adatot lehet találni, mint például itt a mocsáros dűlő nevű területen, ami, ha nem is egy természetes terület, de ahogy a neve mutatja, viszonylag magára hagyott terület, nincs túl kezelve, és nedves években, igenis az a nevéből fakadóan egy komoly vizes évek vannak, plusz a csatorna hálózat, tehát azok a vízelvezető csatornák nincsenek nagyon kipucolva, ezért kifejezetten kedvező élőhelyi viszonyokat biztosítanak, és nem csak a Petyes Gőtének, hanem a Dunai Tarajos Gőtének, ami már egy kiemeltebb fajunk, ugye Natura 2000 jelölő faj is. Tehát az, hogy azért a városban megtalálhatók ezek a két kétéltőek, csak hát ez így kirajzolja azokat a területeket, ahol ezek az alkalmas élőhelyek megtaláltuk. Úgyhogy azért így megnézve, most nem akartam az összes fajra, de mindegyikre megnéztem ezt a fajta térképet, hogy a városban hol vannak. Tulajdonképpen potenciálisan ezek a fajok a városligetben is előfordulhatnának. Felteszem, kecskebéka volt is, vagy lehet, hogy most is van, de hogyha kiszárítva tartjuk a Vajdahunyadvárnak a vizes árok rendszerét, akkor ott nem lesz kecskebéka. Plusz hát azért alapvetően az is fölmerült bennem, hogyha például esti komoly zenei koncerteket akarunk tartani a Vajdónyad várva, akkor lehet, hogy kifejezetten zavaró tényezőként tekintünk egy kecskebék a kórusra, amelyik elnyomhatja ezt a ezt Tehát nem biztos, hogy egyébként a fejlesztési szempontból egyértelműen pozitív fogadtatása van annak, hogyha egyre több két éltő jelenik meg, mert pont a Madártan Egyesületnél nagyon gyakori, hogy nem azért hívnak föl az emberek minket, hogy elújságolják, hogy van kecskebék, hanem hogy mit tegyenek, hogyan üzzem el a tavamból. Hát ne, ne legyen tava, hát ez a megoldás. Vagy kerítse ki, többet nem megy bele béka, de valójában sok ember nem, nem feltétlenül örül a, ugyannak, hogy itt ezek a kacagó béka, nagy tavi béka, hát elég, elég, erős hangon tud éjszaka énekelni. Nekem tetszik, de van, akinek ez nem jön be. Tehát igazából a, ezek a fajok, amiket itt felsoroltam, ezek mind olyanok, amiknél nem lennék meglepődve, vagy egy-egy szorványadat azért előkerülhetne a, Város a de valójában látom az okot, hogy ugye jelenleg a kisvizes élőhelyek hiánya, az magyarázza, hogy miért nincsenek, de a közelben, ahol már egy-egy ilyen elhanyagolt csatorna, vagy bármilyen időszakos víztest megtátott, megjelennek ezek a fajok, ha fejlesztési szempontból nézem, akkor ugye a meglevő víztesteknek, a, ha lesz ilyen medelrendezés, hogy esetleg legyen sekélyebb átmeneti zónája, az már kedvez nekik. De azért nagyon fontos, hogy ha két akarunk valahol, az olyan vizeket ö, kedvelik, vagy olyan vizekbe élnek meg, amiben nincs hal. Tehát gyakorlatilag ugye a halállomány az kieszi a két a petét, vagy akár a felnőtt egyedeit is. Tehát a, ha halat telepítünk egy kertitóba, az a legjobb fegyver általában a kétértők ellen, bár kaptam olyan fotót, ahol a a kecskebékai egy aranyhalat eszik, tehát néha fordított helyzet is van, persze méretfüggő ez a dolog. Úgyhogy itt például ez a, ez a kecskebékának a budapesti elterjedése, ami azt mutatja, hogy azért itt a város belég sok helyen megtalálható, tehát hogyha ha úgy alakul a jövőbeli fejlesztés itt a ligetnek, hogy lesznek ilyen élőek, akkor azért szerintem meg fog jelenni ez, a, ez az állat. Aztán ugye rátérve a másikra, ami ez, a falidík még az, amiről a legtöbb adatpont volt kifejezetten a ligetből, vagy a közelből a, 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 ugye a, vasúti területekről, hiszen a falidíknak nagyon kedveznek azok a, a ugye köves élőhelyek, amik egy melegebb mikroklimát biztosítanak, plusz ugye ezek a, az ilyen repedezett kerítések, támfalak, ilyeneken találják meg azt az élőhelyi ezek pláne még borostyán is van rajta, ahol el tudnak bújni. Úgyhogy ők nagyon jól alkalmazkodtak ez a városi környezethez. A egyébként ugye egy ilyen kis unalmas szürkegyik, de most például most tavasz időszakban, nász időszakban érdemes, ha elég türelmes az ember közelről megnézi a hímeket, akkor ilyen szép kék foltjaik vannak, ami ugye a nász időszakban az a jel, amivel próbálja elrabulejteni a nőstényeket a a hím példány, és hát ilyen, ilyen a faligyiknak egyébként a városi elterjedése, egyébként az egész országosan is jellemző, hogy a nagyvárosok vagy nagyobb településeken található inkább meg, tehát pont a faligyik egyébként kőgörgeteges természetes élőhelyeken is előfordul, sokkal kisebb egyet számot. tehát a faligyik az egy nyert azzal, vagy legalábbis jól tudja hasznosítani a városi környezetet, és ugye ezekben a repedezett kőfalakban olyan ügyesen tud elbújni a ragadozói elől, ami számára túlélés biztosítja, és ez a másik kulcsa, hogy a Városliget nem feltétlenül jó kétéltű hülőélőhely, hogy azok a búvóhelyek is hiányoznak, amik igazából garantálják nem csak azt, hogy időszakosan el tudnak bújni ugye a ragadozók el, hanem át tudnak telelni, tehát a téli hibernációz és például, amiről szó volt ez, a, ez az avaros, úgy hagyott, nem kezelt terület, azok a, a, abban az avarban bizony a békák abban tudnak eltenni. Nagyon sekkélyen szoktak telelni, nem feltétlenül bújnak el a föld alá, de egy vastag bavarban, hőmérsékletileg megtalálják azt a viszonyt, és azt a nedvességtartamot, ami az kell, hogy a egész télen ne száradjanak ki, és biztonságosan átteljenek. Na most ugye, ugye beszéltünk itt a fali gyíkról. van azért másik két gyíkfajunk, ami elég elterjedt a városban, az egyik a fürgegyik, a másik a zöldjék, mind a kettőre jellemző, hogy gyepes élőhelyeken fordul elő. Mondhatjuk, hogy a Városligetben azért van gyep, de ezek olyan gyepes élőhelyeket szeretnek, amiket ritkán kezelünk, tehát hagyjuk a füvet felnőni olyan méretűre, hogy akár fűavar keletkezzen, és ez a fűavar biztosítja azt a búvóhelyet, illetve azt a hőmérsékleti változatosságot számukra, amivel tudják, ugye ezek hüllők, tehát a hőszabályozásuk aktívan az úgy zajlik, hogy exponálják magukat jobban a felületen, vagy elbújnak, és ennek megfelelően megtalálják mindig az optimális hőmérsékletű helyeket. Hogyha egy pázsit nulla centire, vagy hát ilyen néhány centire folyamatosan le van nyírva, az, hőmérsékletileg egy teljesen egyenletes hely ott csak úgy tud egy hüllő hőszabályozni, ha elbújik a föld alá. Ha nincsenek a talajban lukak, mert még kisemlősök sincsenek, akik lukak fúrjanak, ezen az élőhelyen számukra nincs keresni való, mert egyszerűen hősokkot kapnak, mert bármilyen meglepő, nekik nem feltétlen az a cél, hogy minél melegebb legyen, van egy optimális hőmérséklet, a elpusztulnak, hogyha túlmelegednek. túl, túl melegednek. És hát a, tehát a, én csak a zöldnyiknak raktam föl ide a ö, elterjedési adatait, amit kaptunk. A zöldjik egyébként még jobban alkalmazkodik, ők az ilyen cserjésebb részeket is előszeretette használják, sőt erdei élőhelyeken is előfordul. A fürgegyikre kifejezetten az jellemző, hogy az ilyen ruderális ö, ö, magukra agyott gyepek, vagy inkább gyomterületeken fordulnak elő. Úgyhogy az ilyen nagyon tisztán tartott parkok ilyen, ilyen formában nem, nem élőhelyi ennek a fajnak. Ami viszont ugye előkerült, mint adat, az a Városligeti Tóból a Vörösfülű Ékszerteknős, amire felhívom figyelmet, hogy nem őshonos faj, és hát az a vélekedésünk, hogy ezt nem biztos, hogy tapsikolni kell neki, hogy ez itt előfordul bármilyen víztestünkben, mert a, és ugye itt Budapesten azért elég sok helyen megtalálható ez a vörös ékszerteknős, mint, mint élő állat, és ugye át is tele, tehát ezek nem időszakosan kikerül állatok, amik elpusztulnak télen, hanem folyamatosan jelen vannak. Viszont van egy őshonos teknős a mocsári teknős, ami szintén előfordul Budapesten, és azt gondoljuk, hogy számára biztos, hogy hátrányt jelent, hogy az elérhető víztestekben konkurensek fordulnak elő. A mocsári technős is ugyanúgy, gyakorlatilag itt kirajzolnak azok az alkalmas víztestek, illetve a mocsári technős esetében el kell mondunk, ez igaz, azért a vörösfüli technős és hogy a, ilyenkor, most május végétől júniusban, gyakorta vannak ilyen teljesen olyan helyekről észlelések, ahonnan nem gondolná az ember, hogy hát közelben nincs víztest. Ezek azok a nőstény példányok, akik keresik a, a megfelelő tojásra helyet, akár 5 km vagy annál nagyobb távolságot is elindulnak és mennek-mennek. Ezt nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy hagyni kéne, vagy hát persze úton segíts át, ne hagyja az út közepén a teknős, de nem kell visszavinni, mert kezdheti szerencsétlen előről az utat, tehát ez nem biztos, hogy segít. Ami itt csak ez egy, egy rövid gondolat, tehát én azt gondolom, hogy ha a fejlesztési szempontból nézzük, akkor a tóból igenis ki kéne szedni az összes ilyen idegenhonos invázív potenciára rendelkező teknős nem kellene körülni, állatkert befogadja őket. Tehát én azt gondolom, hogy ott nagyon jó helyük van egyébként a állatkerti nagytóba, de az, hogy nem fogadhatjuk el, nem tudhatjuk, hogy mikor fog ez komoly problémát okozni. Spanyol kutatók egyébként kimutattak olyan vérmételyeket, amik az észak-amerikai teknősfogból átjutottak a mocsári teknősbe, és 20%-os mortalitást okoznak téli időszakban, ami nehezen detektálható, hiszen a iszabba elvermelt teknős csak nem jön elő. Tehát csak azt tesszük észre, hogy egyre kevesebb a teknősünk, de közben ékszerteknős van bőven. Úgyhogy mivel a feneketlen tóba és a naplástóból már hatékonyan szedtük ezeket a teknősöket, amit tervezzük folytatni, úgyhogy a fejlesztési szempontból azt gondolom, hogy tudunk mondani rá módszer, de valószínűleg egyszerűen le lehet engedni a tavat, vagy nem tudom milyen lépések lesznek, és akkor ezeket a teknősöket nem kell visszarakni, hanem le kell adni az állatkertbe, és jó helyük lesz. Ezért mondom, hogy mert van benne esetleg más olyan teknős is, ami nem is olyan könnyen befogható. A részsikló az egy érdekes dolog, én, én néztem, nem volt konkrét emlékem, de az én adatom, hogy ott a Varrano utcából került elő, de most azt hiszem két napja a, Szelényi Gabi is egy réssiklóval ment, ami ott a közelből előkerült. Érdekes, hogy tehát a réssikló egész jól alkalmazkodott ezekhez a városi viszonyokhoz, viszonylag gyakran jelzik, azért gyepes élőhelyekhez kötődik, tehát, és ami viszont jellemző rá, hogy... hogy ugye főleg gyíkokkal táplálkozik, tehát gondolom a fali gyík elérhetőség az egy fontos eleme a sikerességének. Egyébként a latin nevét ezt a, onnan kapta, hogy ez a fejmintázata elnevezőt a osztrák kétfejű sasra emlékeztette, úgyhogy ezért Ausztriák a neve. És ami érdekes, hogy ő gyakran nézik viperának, és ezért szoktak minket hívni. A hasáról ezt a e, szint csak azért e, mutattam meg, mert hogy e, által ennyit szoktam kérdezni, milyen színű a hasa, és ha elmondják, hogy téglavörös, az biztos, hogy résikló. Viszont ugye az emberek rettegnek a kígyóktól, tehát ugye az is egy megfontolandó dolog, hogyha sikerül természetesíteni az élőhelyet, és egyre több faj visszatelepedik, és megjelennek a kígyók, biztos, hogy nagyobb lesz az elfogadottsága a dolognak, de én ettől mondjuk nem félek, de, de alapvetően az a tapasztalat, hogy egy, egy az már olyan, ami miatt jelenteni szoktak az emberek, hogy viperát láttak. Egyébként ez a városban a eddigi összegyűjtött adatok a résziklóval kapcsolatban, és ami izgalmas, hogy azért nem olyan rossz a tehát, hogy azért volt itt valaha rákos Vipera, és itt, 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 mondanám azt a gondolatot, hogy itt végeredményben ez az urbanizáció nevű jelenség, ez, ez akkor valójában azt jelenti, hogy ugye mi, mi azt vesszük, hogy ide be, beköltöznek hozzánk az állatok, de hát valójában mi költözünk be hozzájuk. Tehát a Városliget, mint élőhely együttes hajdanán összeköttetésben volt a menti mezőkkel, és innentől kezdve én egy 1887-es gyógyászat című lakba találtam ezt a kígyómarásos esetet, ahol ugye, ugye az, az a történet, hogy egy kintornás a városligetben talált egy kíjót, és ingerkedett vele, mire az hüvelykújába harapott, és a gyakorlatilag a kintornásnak itt leírják a tüneteit, ami nagyon hasonlít egy rákos marásra, illetve leírják azt, hogy ezt valamelyik tanár úr keresztes viperaként azonosította. Ez csak azért érdekes, mert ez 1887-es, 1896-ban írták le végeredményben, mint rákos a, tehát ez egy korábbi adat, de hogy a város van egy szinte, akkor mondhatjuk a legelső észlelése a a később rákosi viperaként leírt kíjónak, aminek hát sajnos ezek a, nem csak a városligeti, hanem a rákos menti élőhely is a száz év alatt egyszerűen beépültek, és ez a kígyófaj ezt nem tűr. Tehát a rákosi vipera visszatelepülésére nem számítunk, sőt, hát az egy nagy csoda lenne, ha akármelyik kül, külső kerületben még előkerülne olyan terület, ami, ami megmaradt. Viszont vannak olyan kígyófajok, amik a környéken megtalálhatók, és azért Adott esetben, ha az élőei viszonyok kedveznek, akkor, víz, akkor megjelenhetnek. Itt a vízisiklót raktam föl, aki jellemzően kétértű fogyasztó, tehát az ő megjelenésre akkor számítok, ha lesz, lesznek éltű állományok. Illetve a, a Duna mentén mindenhol előforduló siklónak a megjelenése se le, lenne meglepő, de hát az ő, ő, főleg ha levő, tehát az ő egyik legfontosabb kritériuma, hogy a halat találjon, amit tud, eh, tud fogyasztani. Úgyhogy erre a kettő fajra kevésbé számítok, viszont az erdésikló az egy olyan, aminek szerintem a, eh, lehet, hogy volt is már ezekbe a cserjésekbe, de konkrét adatunk nincs, viszont a Bajor Zoli által említett eh, cín, eh, bocsánat, az kiváló eh, hely számára, ez a eh, nem, ez a családom, családom kertjébe levő cinkeodú. Szerencsére már kirepült a fészekajl, és ő később költözött be, de ez egy tipikus viselkedés a részéről, hogy befekszik az odúba, van búvóhely is, és házhoz jön a táplálék, mert ugye a fészkelés után is néha éjszakázásra berepülnek a madarak. Főleg madarakkal táplálkozik a erdei sikló, és hát egy ilyen két méteres példányt is el tud érni. Az ilyen legurbanizáltabb adat, amivel személyesen foglalkoztam az Attila úton, egy parkolóház mínusz harmadik szintje volt augusztusban, ahol egy hölgy a lépve találkozott egy feltetően olyan kígyó, aki a közeli vérmezőről hűsölni behúzódott a parkolóházba. A hölgy ö, nem halt bele az ívink fartusba, csak egy kicsit volt. A parkoló az ö, talpra esette volt, és egy ö, szemetes kukával letakarta, aki így ott, amíg én jöttem, és én kivittem a városból egy erdei részre. De ezek az ilyen parkos területek, amiknél azért jó, ha van gyepszerkezet is, az kiváló búvó, és ugye faodúk, ez elvileg erdei siklószámra alkalmas élő. de azért lehet látni, hogy a azért a Budai-hegység azért az inkább az élőhelye ezeknek az erdésiklóknak. És amivel így zárnám a történetet, hogy azért ez egy talán, ugye a kétéltük és a hüllők azok egy nagy, több szempontból is nagyon jó csoport arra, hogy egyszerre ö, ö, trenírozzuk az embereket ahhoz, hogy a biológiai sokféleségén is áll olyan fajokból, amik nem feltétlen imádat tárgyai, tehát hogy ezt valahol meg kellene ismerni őket először és utána eldönteni, hogy utáljuk-e vagy sem. De nagyon érdekes életmódú állatokból is áll, és ami még ennél is fontosabb üzenet, hogy bár Budapest egy nagyváros, de ez is egy olyan város, amiben még nem biztos, hogy mindent tudunk. Például az, hogy Foltos Szalamandra Budapest belterületén van, az 2010 óta ismert. Vízóraknában találta meg valaki, kihívta a Nemzeti Parkot, akik ugye úgy mentek, ki, hogy biztos Tarajos Gőte, és kiderült, hogy a gyakorlatilag a város szélén fennmaradt egy nem ismert állomány, amiről azóta tudjuk, hogy ez egy annak köszönheti a megmaradását, hogy a paprikás patak, mint patak nem lett kibetonozva, a környező kisebb erdő, mivel északi fekvésű nem lett beépítve, mert nem tudják eladni a drága, drágán azokat a házakat, meg túl meredek lejtő, tehát fennmaradt egy szalamandra számára alkalmas élőhely, és ez az állomány ez stabilan ott egyelőre létezik, hát reméljük, hogy a oda tervezett m 0 csomópont most már nem fog megvalósulni, de ö, gyakorlatilag ö, ez, ez egy olyan felfedezés volt, ami mindenképp ö, mindenkit meglepet. A másik ilyen érdekesség, hogy például ott van a Sashegyi Látogatóközpont, ugye a város közepén, ahol pannondjékkal lehet találkozni. Ez ugye egy város által körbezárt, de természetes élőhely. Nőni már nem fog kiterjedése, de bízunk benne, hogy fent tudjuk tartani abba a természetes állapotban, hogy továbbra is ez a nagyon érdekes életmódú gyíkunk, ami egyébként fokozottan védett faj meg tud maradni. ugyanilyen 2012-es felfedezés Budapest belterületén, hogy az eddig ismert haragos sikló előforduláshoz képest, ami szintén a sashegyen van, máshol is van ilyen állat a Pest-Hidegkúton, és hát ö, gyakorlatilag ö, két méteres kígyókat nem vett észre senki évtizedeken keresztül. Állítólag néha voltak bejelentések, de nem vették komolyan, biztos csak erdésikló. És kiderült, hogy egy ö, felhagyott kőbánya ö, az felhagyást követően ö, olyan természetessége szintet ért el, hogy ez a haragos sikló nagyon jó élőhelyi viszonyokat talál magának. Pont azok a meddődombok, amiket valószínűleg a kőbánya hagyott ott, azáltal, hogy benőtte ez a mediterránumra jellemző melegkedvelő cserjés, és ideális élőhely és búvóhelyeket biztosít ezek számára. És ezeket az állatokat kutatva, illetve az élőhelyeket próbálva feltérképezni, olyan szerencsénk volt, hogy tulajdonképpen a dr. Jane Goodallnak is feltelt keltett az érdeklődés, és pont azt az üzenetet tudjuk elmesélni a haragos sikló történetén keresztül, hogy igenis egy városi környezet kellős közepén vagy közvetlen közelében nagyon komoly természeti értékeket is meg lehet őrizni, és hogyha ugye odafigyelünk rá, ezt felismerjük, akkor tulajdonképpen talán fent is tudjuk ezeket tartani, és ez egy új elem, hogy most jövő hét pénteken fog hivatalosan megnyitni, de már látogatható egy, egy hat táblával álló is létrehoztunk a területen, amiben az azért szándékoztunk ezt létrehozni, hogy tájékoztassuk az embereket, ugyanakkor egy a hátsó szándékkal is, hogy ennek a tajonsvénnek a léte tulajdonképpen elgondolkoztat bárkit, aki a területnek a beépítésén gondolkozik a jövőbe, hogy talán nem kéne ezt erőltetni. Úgyhogy ugye Jane Goodall szemét nem kell talán bemutatni, de azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy, hogy ilyen értékek vannak itt Budapesten, és, a, és tényleg a, ezeknek a megőrzése az a mi felelősségünk. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Bálinnak. Következő előadónk Szendőfi Balázs, aki halkutató, a Magyar Haltani Társaság tagja, és egyébként természetfilmes is, úgyhogy sokan a fővárosunk halairól készített alkotása nyomán ismerhetik az ő nevét, úgyhogy akkor most neki adom át a szót.